Nagy népszerűségnek örvend az iskola alapítvány által támogatott délutáni foglalkozás a Nagybányai Németh László elméleti liceumban. A pedagógusok és a szülők egyaránt hasznosnak tartják a programot. Nagy sikere volt a gyermekeiket magyar oktatásban részesítő nagybányai családok körében az iskola alapítvány támogatásával megvalósított délutáni oktatásnak, hiszen több mint 70 kisdiák szülei döntöttek a program mellett. Megoldják a házi feladatot, kézműves tevékenységek folynak, tehát nagyon nagy segítség a szülőknek is, mert a gyermek ugye nem kell otthon házi feladatot oldjon ezek után, és nagyon sokat segít a gyermekek fejlődésében, a közösség fejlődésében, jobb kapcsolatok épülnek ki a gyermekek és a tanítók között. Az iskola alapítvány támogatása az étkezési költségeket, valamint a tanárő délutáni munkadíjának egy részét fedezi. A diákok iskolában zajló délutáni foglalkoztatásának közösségépítő és nyelvtanulási szerepe is van, hiszen több külföldről érkező család gyermeke tanul Nagybányán magyarul. Megpróbáljuk a két napszakot igazából tematikusan kötni. Tehát a házi feladatokat nyilván a délelőtti, a kurikuláris oktatásnak a folytatásaként oldjuk meg. A felmerülő kérdéseket, a felmerülő hiányokat nyilván ennek függvényében pótoljuk. A meleg ebéd biztosításától az oktatási és szabadidős foglalkozásokon át több szempontból is segítséget jelent a program a szülők számára, akik egy munkaidejükben biztonságban tudhatják gyermekeiket. Nagyon hasznos, hiszen ez nem csak nekünk, legtöbb szülőnek, hogy délutánig itt maradhatnak még egy pár órát, ugyebár most előkészítő osztályban vannak, de jövőben nagyon hasznos lesz, hogy a házi feladatot itt meg tudják csinálni, és akkor délután 4 órakor, mikor kijönnek, már csak játszani tudnak. A délutáni foglalkozás bevezetése hozzájárult a diákok létszámának növekedéséhez is. 3 csoporttal indult a program, ma már 5 csoportban foglalkoztatják a gyermekeket ugyanannyi tanító közreműködésével. A szülők a jövőben is igényt tartanak erre a lehetőségre.